Következő készüléke egy BenQ W750-es. Ez egy 2500 lumen fényerejű, 13000 az 1-es kontrasztú, full 3D HD-redi készülék. Jelenleg nincsen sötétítve a szoba, és így is megfelelő a fényereje, ugyanis a 2500 lumen mellé párosuló 13000-es kontraszt bőven elegendő egy ilyen 2,2 méter széles kép bevilágításához, akár nappali körülmények között is. A készüléknek megvan a gyári távirányítója, ez egy világítós távirányító, teljesen magyar menüvel rendelkezik. A készülékben és a gyári izzójában is csak 2073 óra van, amely ECO-ban 6500 óráig, normál módban pedig 4000 óráig mehet. Jelenleg nagy fényerőre van kapcsolva, de mindjárt átállítom takarékos üzemmódba. Egy picit csökken a fényereje. Kamerán nem biztos, hogy ezt lehet észlelni. Viszont így is bőven elegendő a fénye, szóval rengeteget bír még. Viszont van hozzá egy új, utángyártott 0 órás tartalékizzó. Így a kettő izzóval a készülék biztosan elmegy még vagy 8000 órát, tehát nagyon sokáig jó. Természetesen mindjárt megnézik sötétített szobában is. Tehát sötétített szobában most a W750-es gyönyörű színekkel dolgozik, hála a 10 bites színprocesszornak, továbbá a magas kontrasztnak nagyon szép éles kontrasztos képe van. A csíkozódás természetesen a valóságban nem látható, ez csak sajnos a telefon hibája, a DLP projektornál így tudja felvenni. És azt kell, hogy mondjam, a színek is szebbek élőben, viszont sajnos ennyit tud visszaadni ez a készülék. Hát megpróbálok más színeket is megmutatni. Zöldek. Mintha új állapotban lenne, ugyanis most 2000 óránál egy teljes optika tisztításon és fényút tisztításon esett át, tehát kvázi gyári állapotba vissza van állítva. A fehérek is nagyon erősek és tiszták.